Szirmai Albert örök operettje a Mágnás Miska teltházat vonzott a Pécsi Nyári Színház legutóbbi estjén. A főszereplő Miska ízig-vérig a régi magyaros falusi ember. Megtestesítője Kis Zoltán, aki pedig egy ízig-vérig budapesti városi férfi. Ez a színész számára komoly kihívás volt. Akik eleinte látták, mind azt mondták, ez a szerep benne van a vérében. Nagyon szeretem ezt a figurát, aki egy igazából egy jókedvű, egy őszinte és egy hogy a Marcsával való évődése és tulajdonképpen a harcossága is, vagy amit ott látunk, hogy így csapkodja, meg úgy csapkodja, de azért ők nagyon szeretik egymást. És azt gondolom, hogy ez kell benne megfogni, hogy ez egy szeretetre méltó fickó, aki nagyon szereti, és nagyon szereti főleg az igazságot, és azt, hogy ő lehet valaki. A 2 éve Csákváron alakult Rátonyi Róbert Színház hozta el a darabot a Pécsi Nyári Színházi Esték kedvelőinek. A társulat megalapítója, művészeti vezetője és egyben a történet marcsája, Teremi Trixi. Somogyi lányként közel állt hozzá a szerep, a színház alapítás pedig szintén az ő világa. A szervezés, ami nekem mindig is a véremben volt, és mindig is imádtam mindenféle, akár egy ilyen kis házi bulitól kezdve bármit megszervezni és összehozni a csapatot, meg mindent, tehát az mindig is úgy bennem volt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a fajta készség indította el bennem azt a gondolatot, hogy megpróbálok egy saját társulatot is összehozni, és mivel hogy ez a szakmai kör, ez nekem az elmúlt évtizedek alatt nagyon széles lett, így, és nagyon jól ismerem ezt a fajta kör. A nagy sikerű operettet még 1916. februárjában mutatták be a Király Színházban. Szirmai Albert zenéjére Bakonyi Károly írt szöveget, Szirtes Gábor rendezte. A társulat tánckara és a Monarchia zenekar is közreműködött a két felvonásos, Pécsen is nagy sikert aratott operett előadáson.